Két ember is meghalt a koronavírusban olyan önkormányzatoknál, amelyeknél a hónap elején Dobrev Klára látogatást tett országjáró körútja részeként. Erről írt hétfőn az Origo. A DK EP képviselőjéről néhány nappal a körút után derült ki, hogy elkapta a vírust. Közösségi oldalán akkor azt írta, mindenkit értesített és reméli, hogy nem lesz baj. Szerettük volna megtudni Gyurcsány Ferenc feleségétől, hogy a járványhelyzetben miért volt szükség a kampánykörútra, de adásunkig nem kaptunk választ. Kemény három hét van mögöttem, a koronavírustól kétoldali tüdőgyulladásom lett. Így számolt be Dobrev Klára saját betegsége tapasztalatairól a közösségi oldalon. Gyurcsány Ferenc felesége a bejegyzésben arról írt, hogy miközben ő otthon lábadozott a koronavírusból, ismerősei közül nem mindenki ilyen szerencsés. Napról napra nő azoknak a száma, akikről már csak egy bejegyzést látok itt a Facebookon, hogy itt hagyott minket, elment. Emberek, akik távoli ismerősök voltak, emberek, akiket személyesen ismertem, akikkel az elmúlt években egymás mellé sodort minket az élet. Fogalmazott hozzátéve, hogy szerinte a kormány nem érti az ember életek megvédésének felelősségét. Az origó úgy tudja, néhány napja Tatán egy Dékás önkormányzati képviselő hunyt el, aki a hónap elején maga számolt be arról, hogy beszélt Dobrev klárával. Tatabányán pedig, ahol Gyurcsány Ferenc felesége a Városházán találkozott a Dékás polgármesterrel, a lap szerint egy önkormányzati dolgozó hunyt el a betegségben a hónap közepén. Azt az origó is leszögezi, hogy nem lehet tudni, a március 22-én elhunyt önkormányzati képviselő kitől kapta el a vírust, ahogy azt sem, hogy a tatabányai önkormányzat dolgozóját kifertőzte meg. Ma a tatabányán kezdek találkozom Dobrev Klára február végén indult kampánykörútra. Nem sokkal később saját közösségi oldalán jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírus tesztje. Csak hogy a megbeszélésekről olyan felvételek is készültek, amelyeken Dobrev Klárán és tárgyaló partnerein sincsen maszk. Gyurcsány Ferenc felesége a tatabányai polgármesterrel készült fotón sem viselt maszkot és egy Gyurcsány Ferenc feleségéről védőmaszk nélkül készült képet tett közé az Origo cikke alapján a később elhunyt Tatai Dékás képviselő is. 20 ezer ember, akik nem statisztikai adatok, hanem nagyszülők, szülők, anyák, apák, barátok, ismerősök, testvérek, Közben Dobrev Klára gyógyulása óta folyamatosan hangoztatja, hogy szerinte drámai a koronavírus járvány miatti halálozási arány Magyarországon, amiért ő a kormányt tartja felelősnek. A DK sajtóosztályán keresztül ezért megkérdeztük, miért volt szükség arra, hogy a járványhelyzetben Dobrev Klára kampánykörútat tartson, és a maszk nélküli találkozók miatt érezze személyes felelősséget. Gyurcsány Ferenc pártjától adásunkig nem érkezett válasz.